Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Augusztus 3-án nagyszabású népzenei találkozót tartottak a Város Művelődési Házában. A kisteleki népzenei találkozó múltja már több évtizedre nyúlik vissza a városunkban. Idén 13 együttes, köztük a kisteleki Citera zenekar mutatta meg magát a közönségnek. Kisteleki Citera zenekar már egy hagyományosnak mondható rendezvénynek ad otthont itt Kisteleken. Miről fog szólni a mai nap? Az idején is megrendeztük már a több évtizedes múltra visszatekintő citerás találkozót, illetve népzenei találkozót, mert nem csak citerások lesznek, hanem tamburások is, és népdalkörök is a mai napon. A Kisteleki Citera zenekar nem csak idősebb korosztály, hanem a fiatalokat is be tudja vonni ide a zeneművészetébe. Hogyan történik ez? Igazából, amikor én átvettem a Citera zenekar vezetését, akkor minden álmom az volt, hogy harmonizált népzenét játszunk, és hívtam Citera tanárt, aki megtanította erre minket, és a fiatalok ezt nagyon nagy örömmel vették, és nem volt könnyű megtanulni a harmonizált népzenét, de azt hiszem, hogy elsajátítottuk, bár még mindig van mit tanulni, mert mindig van, de nagyon nagy örömmel játsszuk ezeket a népdalokat, és nem csak népdalokat, hanem különböző feldolgozásokat és filmzenéket, vagy régi táncdalokat is játszottunk már. Nagyon szeretünk a citerán zenélni. A mai napon 12 együttes fogja megmutatni magát a közönségnek. Kik fognak érkezni? A mai napon 13 zenekart hívtunk, a Pengető Citera zenekart, a Hangász Együttes Ifjúsági Zenekarát, a Csólyospárosi Hagyományőrző Kórust és a Királydinnye Citera zenekart, a Bokréta Dalkört, Öreghegyi Bodza Citera zenekart, Kerekes Márton Népdalkör és Citera zenekar, Szivárvány Népdalkör és Citera együttes, Kék Ne Felejts Népdalkör, Földi Áki Citera zenekar és Pávakör, Zálkányszéki Parasztkórus, Csólyospárosi Tamburás együttes, Kék Ne Felejts Dalárda és Citera zenekar fog föllépni a mai napon. Velük nem csak szakmai kapcsolat, hanem már baráti kapcsolat is kialakult. Hogyan történt ez? Mivel ez már több évtizedes múltra tekint vissza, Imre bácsitól örököltem meg ugye a zenekar vezetését, ezt a Citera zenekart, és az ő barátságait is megörököltem szerencsére, úgyhogy nagyon sok együttessel, nagyon régi a kapcsolatunk, és örömmel találkozunk mindenhol, ahová csak megyünk. Mindig nagyon boldogok vagyunk, hogyha találkozunk. Kicsit visszatérve a mai napra, a Kisteleki Citera zenekar mit fog játszani a mai napon? A Kisteleki Citera zenekar kedvelt népzenei témaköre a szatmári dallamok. Azt nagyon szeretjük játszani, és a mai napon is ezeket fogjuk. Valamint egy keringőt is játszani fogunk. Sosztakovics keringőjét írtuk át citerára. A szólamokat Déva Ványáról Erdei Attila citera tanár írta hozzá, és ezt tanultuk meg. Idén nyáron is kerékpáros táborral várta a gyermekeket Nikolényi István. Az ötnapos biciklis tábor során nem csak Kistelekre, hanem a környező településekre, még Szegedre is ellátogattak a gyermekek. A több mint 100 km megtétele mellett számos élménnyel is gazdagodtak a hét folyamán. Idén nyáron is
kerékpáros kalandozás várja a gyermekeket. Milyen programok várnak rájuk? Nos, hát sokadik alkalommal szervezzük már meg ezt a tábor sorozat egyik epizódjaként a kerékpáros tábort. A környéket igyekszünk itt kerékpárral bejárni, úgy, mint ahogy például hétfőn tekertünk a Tiszatöltésre, a Gáton kerékpároztunk egy kicsit, aztán Baks, Ópusztaszeren keresztül vissza Kistelekre. A keddi nap Csengele irányába, ott a Móra tölgyeknél pihentünk meg, illetve frissítettük magunkat egyébként, mint mindig minden településen, minden egyes lehetőségnél, amikor ilyen nyomós kút van. Majd Majsán keresztül jöttünk visszafelé azon az elég jó minőségű úton. Sajnos nem mindig kíséri kerékpárút ugye az utunkat, de ha lehetőség van, akkor olyan útvonalat keresünk, ahol ez is van. Tegnap szerencsénk volt bejutni Szegedre, ahol is ugye vonat vitt be bennünket, illetve a kerékpárokat, és onnan Új-Szegeden egy játszótér érintésével, és majd Sándorfalván egy kis fölfrissüléssel ott a Nádastor strandján frissültünk föl, és majd is szintén Ópusztaszer, és úgy jöttünk haza. Minden nap jégkrémezés, minden nap ugye ebbe a elég nagy hőségbe frissítjük magunkat, amivel csak lehet. Tegnapi nagyobb táv után ma Szombathelyi Árpád művészeti iskolának volt igazgatójának a szép kis tanyájára, levendulás környezetébe megyünk ki, ahol szintén van egy kis tó. Ez csütörtök, holnap pedig majd valószínűleg, majd ahogy az idő, meg majd a lábak is engedik, egy ilyen Balástya forrás kút, és ezen az úton jövünk vissza. Ez nagyjából minden nap 40 és 50 kilométer közé sikerül. Ugye a gyerekek elég változatos korosztályuk, a legfiatalabb korosztályi pocon a három leányzó. A legfiatalabb egy srác, aki most volt harmadikos, két lány van, aki negyedikes, de hát vannak, akik majd már elballagtak az iskolából. Körülbelül ez a felsős korosztály szokott egyébként részt venni. Az idő az kiváló, minden nap olyan körülbelül 9 óra tájba igyekszünk elindulni, és olyan 3 óra körül érünk vissza. Ugye fix időpontot soha nem tudunk megmondani, hiszen ma is ugye egy gyors szervízzel kezdtünk, de a szülőkkel folyamatos kapcsolattartáson csoportot hoztunk létre, ahol mindig tájékoztatom őket, hogy merre járnak, és hol sűrűn tartunk. Testmozgáson túl a kresszel is megismerkedhetnek itt a gyermekek, ezt elmondhatjuk? Természetesen. Minden tábor első napja reggel azzal kezdődik, hogy megbeszéljük, hogy ez nem olyan kerékpározás, mint amikor a haverokkal ketten-hárman, hiszen többen megyünk, menetbe megyünk, mi vagyunk a legsérülékenyebbek, hiszen nagyon sokat közúton kell menni, nem minden autós van erre tekintettel, hogy gyerekek, de próbálunk jelezni, most én is ugye ilyen ruhába jöttünk a feleségem hátul, ő biztosít utat átjár, hogyha éppenséggel át kell kelni az úton. De egyébként az évek tapasztalata az, hogy egyre inkább figyelemmel vannak az autósok is a kerékpárosokra, főleg ha látják, hogy esetleg még gyerekek is vannak. Korábbi években volt lehetőség arra, hogy a rendőrség munkatársas helyben győző tartott, mindig egy kis ilyen ügyességi pályát állított össze nekünk az iskola udvaron, ahol egyrészt magukat is kipróbálhatták meg a kerékpárjaikat, illetve hogy hogy kell valóban menetbe menni. Megnézzük a kerékpárok felszereltségét, most ezt én tettem meg, hiszen azért sok esetben sajnos olyan kerékpárok vannak a gyerekek birtokában, amik nem alkalmasak biztonságosan ilyen hosszú útra. A csoportos közlekedés az egész más, mint az egyéni közlekedés, tehát nem mondom, engedem, hogy egy olyan mellékúton kicsit farolgassanak, meg szlalomozzanak, de tegnap például Szegeden, a városi részen, ott egész más közlekedést, stílust kellett, hogy mutassunk, vagy mondjunk nekik, meg követeljünk tőlük, hogy ott azért mindenki másra is oda kell figyelni. Úgyhogy, de megcsinálták szépen, ügyesen, 12 kilométert mentünk Szeged városába, és tényleg gyakorolták, amit amúgy is kell. Megfigyeltek egymásra, másokra, a lámpára, együtt megyünk át. Augusztus 17-től 20-áig a Magyarok Országos Gyűlése érkezik az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A 4 napos rendezvényen kulturális programokkal, kézműves vásárral
és a magyarság jövőjét érintő témakörökkel is találkozhatnak a látogatók. Stábunk a Vidék Jövője Sátor programját választotta, ahol a táj- és vízgazdálkodás feladatát és a vidéki élet fontosabb kérdéseit országosan elismert tudósok, kutatók értelmezik a látogatók számára. A magyarok országos gyűlése érkezik Ópusztaszerre augusztus 17-től 20-áig. Mi vár a kilátogatókra? Igazából a magyarok országos gyűlésén nagyon sokféle tudásátadás történik meg, amellett, hogy szórakozási lehetőségek vannak, tényleg nagyon széles a kör, amiben programot kínál. Mi magunk a Vidék Jövője Sátornak a házigazdái leszünk, és erre a 4 napra a szerves kultúra köré szervezzük majd a programjainkat. Mi várható ebben a sátorban? Miért fontos az, hogy a vidék jövőjével is foglalkozzunk? Azt gondoljuk, hogy a vidék jövőjét mi mindenféleképp a természettel, összhangban élő emberekkel, közösségekkel képzeljük el. Szerintem mindenki érzi a fennálló problémákat, a helyzeteket, az, hogy hogyan változik a körülöttünk élő világ, és az, hogy mi ezt hogyan tudunk alkalmazkodni. Ez egy óriási kihívás már most is, és a jövőben pedig főleg az lesz. A hétköznapi emberek, a laikusok mit tapasztalhatnak ebből a változásból? A változásokban én azt gondolom, hogy a hőmérsékleti változásokat mindenféleképp, az, hogy az évszakjaink elcsúsznak, elúsznak egymás közt, vagy az aszályt, a hihetetlen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, az, hogy sokszor talán ezt nem is tudják, hogy nem a csapadék mennyisége változik igazából, hanem annak eloszlása. Tehát meg kell tanulnunk az aszályhoz, meg kell tanulnunk a nagy mennyiségű csapadékhoz egyszerre alkalmazkodni. Ezek azok a változások, amit mindenki érez, de komplexitásában, globálisan, pedig hallják, olvassák, látják, hogy hogyan változik a világ körülöttünk. Kik érkeznek ide a Vidék Jövője Sátorhoz? Milyen fajta előadásokat hallhatnak a látogatók? Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk abból a tekintetből, hogy kik fogadták el a meghívásunkat. Ugye a 4 nap tematikája úgy épül fel, hogy augusztus 17-én a Szerves Talajok Napjával indítunk. Ide érkezik a Magyar Talajtani Társaságtól dr. Dobos Endre. Itt lesz a Magyar Permakultúra Egyesület egy képviselője. A talajmegújító gazdáktól érkeznek hozzánk Víg Vitália, mint a talajok szakértője. Illetve délután pedig egy nagyon érdekes program, egy gasztrofilozófiai szeánszal zárjuk majd a napot. És Balázs Zsolt fotográfus pedig elfogadta a meghívásunkat, tehát közönségtalálkozó, illetve a fotóiból pedig egy vetítés is várható még napközben. Augusztus 18-án, illetve 19-én is tematikus nappal várják az érdeklődőket a sátorban. Ezeneken a napokon mi várható? Augusztus 18-án a táj- és a vízgazdálkodás köré szervezzük a programjainkat. Itt azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy elég aktuális a téma, mert 2022-ben ez berúgta az ajtót, de maga a probléma óriási, tehát a 2023 az nem adhat okot a nyugalomra, hiszen most is érezzük, hogy milyen szárazság van. Tehát az aszály, belvíz, árvíz kapcsolatával fogunk, a vízgazdálkodásunkról lesz szó, és a tájgazdálkodásról, tehát velünk lesz Balogh Péter geográfus, Sirkó Zoltán kertészmérnök érkezik hozzánk, Báder László a Budapesti Műszaki Egyetemről tart előadást, illetve délután folyamán a Vízválasztók Országos Gyűlését tartjuk meg egy kerekasztal beszélgetéssel, fogjuk zárni a napot. És augusztus 19-én milyen programok lesznek? Igen. 19-ét pedig a szerves élelmiszer köré szerveztük. Itt egészség, betegség, élelmiszertermelés, génmódosított élelmiszereket szeretnénk egy kicsit körüljárni. Velünk lesz Baldó Zsuzsanna, akkor érkezik hozzánk még Mester Károly fog előadást tartani. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ők tényleg elfogadták a meghívást. Rózsa Péter, aki a biogazdaságának a teremtéséről fog előadást tartani, hát és még sokan mások. Augusztus 20-án a Szerves Közösségek Napja várja a kilátogatókat. Ők milyen programon vehetnek részt? Olyan egyesületeket, civil szervezeteket hívtunk meg, akik együtt dolgoznak, akik közösségben gondolkoznak, ahogy mi, és akik saját bőrükön is érzik
a fennálló helyzetet, és tesznek is érte. Tehát érkezik a WWF Magyarország hozzánk, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, a Zöld Küldetés Egyesület, a 60 ezer Békés Csaba mozgalom, illetve velünk lesz még a Szeri Ökotanyák Szövetsége, a Délőföldi Ökotanyák Szövetsége, a Magyar Élő Falu Hálózat is ott lesz, illetve a Magyar Madártani Egyesület, és előadások, illetve kerekasztal beszélgetések lesznek. Kik vehetnek részt ezen az eseményen? Az eseményen bárki részt vehet, aki érkezik a Magyarok Országos Gyűlésére. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kedvezményes belépődíjjal készül ez a program, pont azért, hogy elérhető legyen mindenkinek. Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja térségünkben. Az idei parlagfűvirágzás a csapadékszegény, meleg időjárásnak köszönhetően akár szeptember végéig is eltarthat. Magyarországon minden negyedik ember szenved parlagfű allergiával. Július közepén elindult Magyarországon a parlagfű szezon. Mit lehet tudni a növényről? Parlagfű ugye hazánk egyik talán legelterjedtebb és legnagyobb mennyiségben jelenlévő gyomnövénye. Folyamatosan törekvések vannak az írtására, rendszeresen történik ugye a parlagfűnek a vágása, ennek ellenére továbbra is, sőt egyre nagyobb mennyiségben megtalálható. A lakosság jelentős részét érinti, szinte minden negyedik ember szenved kisebb vagy nagyobb mértékben a parlagfű allergiának a tüneteitől. Milyen tünetekkel jár? Nagyon egyénfüggő, tehát van, aki nagyon súlyos tünetekről számol be, mások számára egészen enyhe tünetekkel jár. Az orrfolyástól, szemviszketéstől kezdve súlyosabb tünetek is előfordulhatnak, nagyon súlyos esetben akár anafilaxiás reakciót is okozhat. Milyen gyógymódok ajánlottak itt az allergiára? Az első és legfontosabb, hogy próbáljuk elkerülni a pollent, tehát hogyha lehetőségünk van, akkor ne tartózkodjunk túl sok időt a szabadban, ne szellőztessünk a kora reggeli órákban, magát, hogyha sporttevékenységet vagy bármit végzünk, próbáljuk meg ezt beltéren tenni. Fontos a ruhák rendszeres mosása, hajmosás, tehát hogy van lehetőségünk, kerüljük az allergént. Kezelés szempontjából jellemzően tüneti kezelést szoktunk alkalmazni. Elsősorban az antihisztaminok, amelyek gyógyszertárunkban is elérhetők, ezek nagyrészt vén nélküli készítmények, tehát bárki számára elérhetők, ezek sok esetben jól tudják enyhíteni a megjelenő tüneteket. Ezekből található tabletta, különböző krémek, tehát helyi tünetek kezelésére alkalmas, illetve orvos által felírt orrsprék, különböző szteroidtartalmú orrsprék is elérhetők, de nagyon sok fajta készítményünk van, szemcseppek, orrsprék, széles a paletta. Idén meddig tarthat a parlagfű virágzása? Ugye július közepétől indul a szezon, jelentős eltérések lehetnek országosan is, térségünkben jelenleg még alacsony a koncentráció, de ez folyamatosan emelkedik. Előreláthatólag a nagy meleg miatt akár szeptemberig, vagy talán még tovább is elhúzódhat. Melyek azok a súlyosabb esetek, amikor már házi orvoshoz kell, hogy forduljunk? Abban az esetben, hogyha nem csak az orrfolyás, viszketés, tehát alapvetően jól tolerálható problémák jelentkeznek, hanem akár nagyon súlyos fejfájás, hányinger, esetenként eszméletvesztés, tehát nem tolerálhatók már a tünetek, abban az esetben érdemes orvoshoz fordulni, és létezik lehetőség arra, hogy viszonylag hosszú időre, akár tünetmentessé tehessük ezt a nehéz időszakot. Orvosi javaslatra, illetve orvosi felügyelet mellett az immunterápia igen elterjedt, és nagyon jó eredményekkel kecsegtető megoldás. Itt arról van szó, hogy orvos ellenőrzés mellett gyakorlatilag allergént juttatnak a szervezetbe. Ez egy kb. 1-3 vagy akár 5 évig is tartó folyamatos kitettséget jelent, és ez akár 10-12 éves tünetmentes időszakot is jelenthet. Milyen fajta készítmények alkalmazhatók parlagfű allergia esetén? Ugye, mint említettem, tüneti kezelésről van szó, tehát a szemszárazság enyhítésére különböző szemcseppeink vannak, ordulásra, orrsprék,
illetve különböző csípésekre, vagy pedig más általános allergiás reakcióra, különböző kémek, krémek, kenőcsök, sprék, amiket helyileg tudják enyhíteni a problémákat. Ezek a készítmények vén nélkül beszerezhetőek? Készítmények nagy része igen, vén nélkül kapható, de vannak más, vagy olyan hatóanyagot, vagy olyan erősségben tartalmazó készítmények, amelyek viszont orvosi vényhez kötöttek. Házi praktikák is alkalmazhatóak az allergia esetén? Természetesen, sőt érdemes is ezekkel élni. Ugye arról van szó, hogyha van lehetőségünk, akkor kerüljük az adott allergént. Ugye pollen esetében ez kicsit nehezebb, hiszen a légszennyezettség, illetve a nagy hőség miatt nagyon nagy mennyiségben megtalálhatók gyakorlatilag mindenhol a környezetünkben. Viszont igen, törekedjünk arra, hogy ne töltsünk sok időt a szabadban, kerüljük azokat a helyeket, illetve azokat a tevékenységeket, ahol kifejezetten nagy pollen koncentráció található. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ezúttal az elmúlt fél év legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!